és itt lehetünk. Légy azokkal is, Uram, akik nem jöhetnek el, gyógyíts meg őket is, légy mindenhol a gyermekeidet. Atyad, hogy összefogjunk, és imádkozzunk, és kérjünk téged, hogy mindig maradj velünk, úgy, ahogy megígérted. Hogy ne féljünk semmitől, benned legyen minden reménységünk, és mindig te légy az első az életünkben. Ugyan, Uram, hogy megtaláljuk a hozzám vezető utat, és ott legyünk az üdvözöltek között, mikor eljössz az égnek a felhelyén. Köszönjük, Uram, hogy meghallgatod imánkat, és többet leszél legnagyobb kérésünknél. Amen. 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 Kedves gyülekezet az Úr Jézus Krisztusban, kedves nézőink, örülök annak, hogy együtt lehetünk azokkal, akik itt vannak, és azokkal is, akik csatlakoznak hozzánk az internet segítségével. A Jóisten áldja meg ezt a részben helyszíni, részben virtuális együttlétet az ő ígérete szerint, amely így szól, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek, és én hiszem, hogy akik bekapcsolódtak, azok is az összegyűltek közé számítanak. Az ígéret váljék valóra ebben az esti órában, hogy a Jóisten is jelenjen meg közöttünk. Számos üdvözletet hozok részünkre, gyülekezet részére, olyan gyülekezetektől, amelyeket az imahét eddig lefolyt részében, vagy az azelőtti rövid időben volt alkalmam meglátogatni.
Úgyhogy sok szeretettel közvetítem nektek a Magyar Vistai, a Szilágy Paniti, Búzai, Széki, Várajai, Vajdakamarási és a Szent Margitai gyülekezetek üdvözletét is. Nem kevésbé az Egyházterület Bizottsága és a családom üdvözletét is csatolom mindezekhez. Ezek az üdvözletek olyanok számunkra, mint a magát egyedülérző illésnek szóló bíztatás. Még vannak mások is, nem csak ti. Lehet úgy látjuk, hogy talán kevesebben vagyunk, mint amit szeretnénk, mint amit remélnénk. Lehet, hogy ettől ennél fogva talán egy kicsit gyengébbnek is érezzük magunkat. Azonban ne felejtsük el, hogy az erőt, az egységet mindig is Isten jelenléte valósította meg és adta meg az ő népének. Éppen ezért legyünk hálásak, és éljünk a kegyelemnek, a békességnek ezekkel a múlandó alkalmaival, amelyek még vannak, valameddig remélem, hogy elegendő ideig ahhoz, hogy megerősödjünk, felkészüljünk, és az Úr Jézus elé oda tudjunk állni. Külön öröm számomra az, hogy ezen a héten a hármas angyali üzenettel foglalkozhatunk. Röviddel azelőtt, hogy az imahét megkezdődött volna, azelőtt körülbelül 1-2-3 héttel egy házi imaórán vettem részt, és utána, miután befejeződött a maga betervezett ige és ima alkalom, utána még egy darabig elbeszélgettünk, és azt mondta az egyik résztvevő, de jó lenne többet foglalkozni a hármas angyali üzenettel. És én akkor még nem tudtam, hogy az imahétnek mi lesz a témája, de én úgy gondolom, hogy amikor az illető meglátta, és én is amikor megláttam, ez a témaválasztás olyannak tűnt, mint egy ima meghallgatása. Valahogy hasonló érzést töltött el ahhoz, mint amikor Mózes Egyiptomban eltöltötte élete 40 évét, és derengett benne, hogy valamit tennie kellene, valamire hivatott. A gyermekkori tapasztalatai, a neve arról beszél, hogy neki egy életre szóló küldetése van, és mindvégig terhelte a lelkiismeretét az, hogy egyébbel foglalkozott, de amikor Isten elhívta, minden kifogása mellett ott volt benne szívében az az öröm, amelyet az az ember érez, amikor megtalálja az élethivatását, az élete értelmét, és amikor ránéz az előtte levő ösvényre, és azt mondja, most már tudom, hogy ezért vagyok a világon. Tudjuk a Szentírásból, tudjuk a proféciánkból, hogy Isten maradék népe, és mindazok, akik ehhez a néphez tartoznak, és ezzel sorsközösséget, ehhez hozzátartozást felvállalták, azok megtalálják az ő lelki létüknek értelmét a hármas angyali üzenet élésében és hirdetésében. Nézzük meg ma este az első angyali üzenet néhány gondolatát, de mielőtt még ezt elolvasnánk és elmélkednénk ennek néhány gondolata fölött, röviden fussuk át tartalmilag és történetileg a három angyal üzenetét. Ha vesszük a Jelenések könyve 10., majd 12. fejezetét, ezek egyféle történelmi keretet szabnak meg, és segítenek bennünket a történelem folyásába, az idő keretbe, az idő vonalra elhelyezni ennek az üzenetnek a felhangzását. Pontosan arra gondolok, hogy mikor kezdődött el, mikor jött el ennek az üzenetnek az ideje. Jelenések könyve 10., majd 12. fejezete, kiegészítve a 14. fejezet különböző kijelentéseivel, elvezet bennünket az 1800-as évek elejére, arra az időszakra, amikor robbanásszerűen életre kapott és fellendült a Biblia tanulmányozás, Biblia társulatok alakultak, az egyik leghíresebb a brit és külföldi iratmisszió is az 1800-as évek elején alakult meg, fellendült a misszió lelkület az egész keresztény világban, Indiába és egyéb országokba, ahova addig még nem igen merészkedett senki, elkezdtek menni a misszionárusok.
És a bibliakutatás nem öncélú módon lendült fel, mint egy aféle divat, vagy egy trend, ahogyan szokták mondani manapság. Hanem az emberek keresték az Úr Jézus eljövetelére mutató kulcsokat, útmutatókat. Isten előkészítette ezt a hangulatot, és ekkor hangzott fel az első angyal üzenete Miller prédikálásában, az ő követőinek hitvallásában és prédikálásukban, hogy Jézus eljövetele közel van. Eljött az ő ítéletének, gondolok itten az úgynevezett vizsgálati ítélet órájára, vagy az Úr Jézus Krisztus engesztelő főpapi szolgálatának idejére. Röviddel ezután felhangzott a második angyal üzenete is, amely felhívta az emberek figyelmét arra, hogy nem elég csupán keresztény környezetben, keresztény érzületben, kereszténynek tűnő dolgokkal foglalkozni, hanem össze kell állnia egy olyan népnek, amely az Úr Jézus Krisztus eljövetelének hírét, az arról szóló tanítást komolyan veszi, és a tiszta igei tanítást keresi, elutasítva mindent, ami akár 99%-ig is igeinek tűnhet, és van benne 1% emberi. És hívja a második angyal üzenet az embereket, hogy lépjenek ki, és alkossanak egy közös törzset, vagy ahogy mondja a Szentírás, egy testet, amelyben megtestesülnek annak közösségi életében, annak ige szolgálatában, a tagjainak életmódjában az, hogy ők elhatárolódnak a környezetük gondolkodásmódjától és életmódjától. A Tapasztalatok és Látomások című könyvben Vájtestvérnő leírja azt, hogy hogyan élték meg ezt az akkori követők, amikor különböző gyülekezetekből kiléptek, vállalva azt, hogy rájuk mutogattak, rájuk kiabáltak, a helyi újságokban gúnyrajzok jelentek meg róluk, de ők, akár csak zsidók 11 hithősei, többre tartották az eljövendő világról szóló igazságokat, és magát a láthatatlan, de valódi világot, a múlandó, hiába való világnál. És közeledik az az idő, amikor a harmadik angyal üzenete is felhangzik, amely gyakorlatilag döntésre szólítja az egész világot. Manapság még azt az időt éljük, amikor az emberek a hármas angyali üzenettel szembeni, vagy a maga az Isten imádattal szembeni hozzáállásukban körülbelül három csoportra oszthatók. Vannak, akik határozott igennel válaszolnak a hívásra, döntenek, keresik az igazság útját és annak minden részletét, azt igyekeznek élni és hirdetni. A másik csoport a skálának a másik végén található, akik ugyanúgy, mint az előző csoport, határozott állást foglalnak, de nem az elfogadás, hanem az üzenet elutasítása tekintetében. A két véglet között pedig található emberek széles skálája, akik közömbösségből, határozatlanságból, tudatlanságból, vagy ki tudja még mi minden egyébből kifolyólag még nem döntöttek. Amikor azonban eljön a harmadik angyal üzenetének ideje, amikor fel kell szólítanunk a világot, hogy döntsenek Isten imádatát illetően, akkor majd kirajzolódik világosan az a két csoport, amely később majd Jézus királyi szék előtt is megjelenik, és amelyet Máté 25-ben a példázat szemléltet, akik igent, illetve akik nemet mondtak. Addig is nézzük meg egy picit a 14. fejezet 7. versének néhány gondolatát. Ugye az angyal az ég közepén az örökkévaló evangéliummal repül és hirdeti azt minden nyelvnek, ágazatnak, nemzetségnek és népnek. Idézem a 7. verset, ezt mondván nagy szóval. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, és a földet, és a tengert, és a vizek forrásait.
Amennyiben követtétek azt a fonalat, amelyet a nyomtatott anyagunk is elénk tár, gondolom, hogy az este és az elmúlt estéken szó volt már ennek az igeversnek az első feléről, mit jelent az Isten félelem, mit jelent az ő ítéletének órája. Ma este egy pár gondolatot osztanék meg veletek az Isten imádat és a teremtő imádata kapcsán. Ha gondolatban lepergetjük a jelenések könyvét, azt látjuk, hogy akár a látomásokat illetően, akár a látomásokon keresztül bemutatott hittörténetben az Isten imádatnak legalább kulcs szerepe, de túlzás nélkül állíthatjuk, hogy egyenesen döntő szerepe volt, van és lesz. A világ sorsát illetően és az egyének sorsát illetően. Egyéni sorsok között csupán egyet említenék meg, akiben megtestesül mindazoknak, aki a sorsa, akik hasonló utat követtek. Ott van az, akit az Úr Jézus úgy említ meg, mint az igaz Ábelt. Pál apostol pedig azt mondja, hogy az ő vére holta után is beszél. Az ő életét tekintve az imádatnak döntő kérdése volt. Nem egy, legalább két értelemben. A földi életét az imádat miatt veszítette el. Az örök életet pedig az imádatban vállalt szerepéért és áldozatáért nyerte meg. Az ő életében teljesedett, amit Jézus ígér, hogy aki meg elveszíti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. De tudjuk azt, és ezzel még szó lesz a héten, hogy az imádat kérdése sorsdöntővé válik azon nemzedék, azon generáció számára is, aki az utolsó időben megéri ezt a történelmi vízválasztó pillanatot. Beszélünk előbb röviden az imádatról, mint hitvallásról, majd utána az imádatról, mint a hűség megvallásáról. Nézzünk meg egy ígét a jelenések könyve 4. fejezetében, a 11. versben. Itt a következőket találjuk. Méltó vagy, Uram, hogy védj dicsőséget és tisztességet és erőt, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremtettek. Egy imádati jelenet tárulkozik fel előttünk, és ez egyfajta imádat, egy doxológia, Isten dicsőítő szólam vagy himnusz. Méltó vagy, Uram. Téged illet minden tisztesség és dicsőség, és nézzük meg az okát is, hogy miért. Mert te teremtettél, és a te akaratodért vannak és teremtettek. Az első kijelentés rámutat arra, hogy Isten hozta létre az embert. Ez egy olyan dolog, amit a mai világ, a mai gondolkodásmód, a mai életmód komoly kihívással illet. És az sem véletlenszerű, gondolom, hogy az a gondolkodásmód, az a materialista, evolucionista hozzáállás az élet eredetéhez és az emberiség kifejlődéséhez, amely manapság fősodrásúnak vagy fővonalbelinek számít, annak a gyökerei körülbelül abba a korba nyúlnak vissza, amikor az első angyal üzenete is felhangzott. Az 1800-as évek elején derekán kezdte a munkásságát az a bizonyos Darwin nevű kutató, aki lefektette az evolucionista gondolkodásmód alapjait, amire aztán mások is építettek. És itt már csak lábjegyzetként illeszteném be azt, hogy körülbelül ebben az időszakban plusz-minusz 10-20 évről beszélünk, jelent meg, és szerintem ez sem véletlenszerűen a modernkori spiritizmus, mint az angyali üzenetnek a versenytársai, vagy alternatívái. Éppen ezért fontos megértenünk azt, hogy mennyire időszerűvé vált újból a teremtés kérdése és a teremtő Isten imádata. Isten teremtett bennünket, és ezért méltó az imádatunkra.
Ő az oka, a szerzője, a kezdeményezője annak, ami létezik, akik vagyunk. És nem csak általában az emberi faj létrejöttének Isten a megalkotója, hanem ha elolvassuk a Zsoltáros könyvében és más igeversekben, maga Jézus is idéz egy ilyen igét, ha nem tévedek a 40. Zsoltárból, amely mind arra világít rá, hogy Isten nem csak az emberi faj alkotója, hanem az ő teremtői munkája közreműködik mindegyik egyednek a kifejlődésénél és megszületésénél. Ami a teremtőt nem csak egy faj teremtőjévé teszi, hanem így válik Isten számunkra, mindegyikünk számára személyes teremtőnké. Ezért méltó Isten az imádatunkra. De ha tovább nézzük a 11. verset, még egy érdekes dolog rajzolódik itt előttünk, amelyik azt mondja, a te akaratodért. Ennek legalább két jelentését fedezhetjük fel. Egyrészt Isten akaratának a megvalósulása az, hogy emberek vannak a Földön. De nem csak ezt jelenti, hanem azt is, hogy az emberek léte Isten akaratát kell, hogy szolgálja. És ez az egyetlen olyan ösvény, ez a létnek az egyik egyetlen olyan módja, amelyben az ember boldognak, beteljesedettnek, értékesnek, az életét értelmesnek láthatja. Mert ekkor talál rá az ember arra, ami betölti az életében levő űrt. Azért születtünk, arra lettünk teremtve, és itt sajnos az idő kevés ahhoz, hogy ebbe belemenjünk, de még a külsőnk, az felépítésünk, a lényünk, akár fizikai élettani jellemzői is mind afelé mutatnak, hogy az ember Isten szolgálatára lett megalkotva. Éppen ezért fontos az, hogy visszatérjünk a mi létünknek igazi ösvényéhez. Keressük a Teremtő Istent, ismerjük meg a Teremtő Istent, szolgáljuk a Teremtő Istent. És azért, hogy ez a visszatérés megvalósuljon, hogy vissza tudja vinni Isten az egész emberiséget az édeni állapotba, mert ez a megváltási terv célja, ezért akarja ebben az időben Isten visszavezetni az embereket a Teremtő Isten megismerésére. A Jelenések könyve 5. fejezetének a 9. verse egy hasonló doxológia, Isten dicsőítő himnusz, és éneklének új éneket, írja az ige, mondván, méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak pecséteit, mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által minden ágazatból, és nyelvből, és népből, vagy nemzetből. Jézus Krisztus szólítja meg ez a himnusz. Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és felnyisd annak pecséteit. Itten egy rendkívül gyors átrepülés csak a profécia felett. A könyv pecséteinek felbontása általában két dolgot szokott jelenteni. Az egyik az, hogy az illető korban, amelyről ez a bepecsételt könyv ír, az emberek megismerik és megértik a könyvet, illetve azt, hogy ami a könyvben írva van, az abban a korban fog beteljesedni. És azzal, hogy Jézus Krisztus feltörje a könyvnek a pecséteit, ezzel mind a két dologban tesz valamit. Egyrészt ő az, aki érthetővé teszi a jövendőlést, mert ő töri fel a pecsétet, és ezért kell nekünk imádkozni valahányszor az életben, vagy a világ történelmében úgy érezzük, hogy nem találjuk a proféciák, merre mutatják az irányt az események között, hol van az a fonál, amit nekünk meg kellene fogni, hogy tovább vezessen. Kérjük a Jézus Krisztustól, hogy az ő megígért Szent Lelk által a mi szemünk előtt is nyissa fel a könyvet. Ami pedig a beteljesedést illeti, az Úr Jézus Krisztus annak érdemében, hogy az ő vérét adta a megváltási terv megvalósításáért, ezzel övé a jog is, hogy azokat a dolgokat, amik a könyvben írva vannak, megvalósítsa, levezényelje és győzelemre vigye az eseményeket.
Itten kristályosodik ki előttünk, ezt zárójelben mondom, de ez nagyon fontos dolog. Ha valaki a két legfontosabb dolgot szeretne a jelenések könyvében megérteni, és egy mondatban a kettőt elmondani, akkor az röviden, velősen a következő lenne, bármi is történjen, bármit is írjon, bármit is lássunk. Az egyik dolog, Isten irányítja a történelmet, és a második, Isten győzelemre vezeti a történelmet. Éppen ezért nincs okunk félni. Az imádatnak egy másik oka van ebben az igében, és valójában ezért olvastuk fel az előbb. Isten méltó az imádatra, mert alkotott, teremtett, és a második azért, mert megváltott bennünket. És valójában akkor, amikor az ember Isten imádatára őszinte szívvel leborul, mert ugye fontos az imádatnak a formája, a külseje, az ideje, amit kifejez az imádati aktus. De ezzel együtt fontos az is, ami az imádó szívében és belsében történik, és amikor a kettő összhangban van, és az Isten imádó őszintén Isten előtt az ő imádatát bemutatja, akkor valójában elismeri azt, hogy úgy teremtő, mint megváltó minőségében Jézus Krisztus az én alkotom és az én megváltóm. Ezt a mondatot megfordítva pedig, logikai értelemben, nem a szavak sorrendjében, logikai értelemben megfordítva ezt a mondatot, elmondhatjuk azt is, hogy aki nem gyakorolja, vagy nem fogadja el, vagy elutasítja az Isten imádatot, vagy annak igazi formáját, valójában Istennek ezt a két minőségét utasítja el. Az ő teremtői és az ő megváltói minőségét. Az imádat azonban nem csupán egy hitvallás. Az imádat a hűség megvallása is. Az Isten iránti hűségünknek megvallása. Ezékiel proféta könyvében, ahol a szombatra utal, szombatnapra a szent író Isten szavait idézve, emlékszünk, hogy mit mond a 20. fejezet 12. és 20. versében egyaránt. Adám nékik szombataimat is, hogy legyenek jegyül. Minek a jegyéül, vagy jeléül? A kapcsolatnak, az összetartozásnak a jeléül. És valójában, amikor az ember ezt a jelet gyakorolja, amikor az ember ezt a jelet őszintén fölveszi, akkor nem tesz mást, mint bizonyságot tesz arról, hogy ő Istenhez tartozik. Valahogy úgy, és ez a Szentírásban egy gyakran előforduló kép, a Jelenések könyvében pedig különösen, valahogy úgy tesz erről bizonyságot, mint amikor a jegyesek együtt, vagy külön-külön, ahol megjelennek, megvallják, és bizonyságot tesznek arról, hogy ők egymáshoz tartoznak. És éppen ezért, még ha ennek az összetartozásnak vannak bizonyos gesztusai, szavai, vagy esetleg egy-egy apró tárgy, kisebb-nagyobb értékben, mégis a jegyesek akár azt a jegyességnek azt a jelét, külső jelét, vagy egymásnak a nevét, a fényképét, az egymásra utaló jeleket, dolgokat, tárgyakat nagyon nagy tisztelettel kezelik. Nem azért, mert azok a tárgyak különlegesek lennének önmagukban, hanem mert különleges az a kapcsolat, amire utalnak. Ezért fontos, hogy a szombatünneplésnek egy újjászületése, egy reformja menjen végbe az életünkben, gyakorlatban, és ez támassza alá azt, amit mondunk erről a napról. Egy érdekes gondolatsort szeretnék még röviden megemlíteni, ami a hűséget illeti, egy érdekes dimenziója rajzolódik ki előttünk a hármasangyali üzenetnek. Ha megnézzük, a 10 parancsolat első 4 parancsolata különböző közvetett vagy közvetlen formában megjelenik a 3 angyal üzenetében itt-ott. Azért az első 4, mert tulajdonképpen mivel a három angyal célja Istenhez visszavezetni az embereket és a kapcsolatot helyrehozni, ez csak is úgy valósulhat meg, ha a 10 parancsolatból azt a 4-et
újból az ember átgondolja, amelyik az Isten és ember kapcsolatát leírja. És itt úgy mellékutcába bepillantva csak annyit mondanék, ha valaki feltenne a kérdést, hogy akkor mi van a másik hattal, hát Isten azt sem törli el, mert a törvényből egyetlen jóta vagy pontocska sem vészel. De aki megtanulja Istent szeretni, az minden bizonnyal embertársai irányában is ezt a szeretetet fogja gyakorolni, és ha az első négyet betartjuk, egészen biztos, hogy a másik hat sem fog csorbát szenvedni. Nézzük csak meg. Imádjátok Istent. Erre figyelmeztet bennünket az első parancsolat is. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak. Ez egyenértékű azzal, hogy teremtettelek és megváltottalak. És ha valakit érdekel, hogy miért egyenértékű, annak zárójelben megsugom, nézze meg a negyedik parancsolatot Mózes második és Mózes ötödik könyvében. A teremtés, megváltás, egyiptomi kivonulás, ezek a tartalmukat, az üzenetüket, a szimbolisztikájukat illetően egyenértékű vagy szinonima kifejezések. Ott van, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Senki nincs, aki teremtett vagy megváltott volna, éppen ezért csak Isten méltó az imádatra. Második parancsolat. Harmadik. A te Istenednek nevét hiába felneved. Tudjuk, hogy a történelemben ez sokszor előfordult, és hétköznap is sokszor előfordul, de előfordul egy olyan értelemben is, amelyről Dániel próféta azt mondja, hogy véli, hogy isteni dolgokat tesz, megváltoztatja az időket és a törvényt. Isten nevének felvétele. És nem utolsó sorban a vízválasztó az a pont, ahol mindenkinek jobbra vagy balra döntenie kell. Az az őszinte, szívbéli, hűségeskő Isten mellett, amely megnyilvánul az ő reál utaló emlékünnepnek a megtartásában, vagy annak elutasításában. Látjuk tehát azt, hogy a mi imádatunk nem csak egy hitvallás Isten minőségének, tekintélyének és annak elismerésében, amit tőle kaptunk, hanem a mi hűségünk megvallása is Istennel szemben. Egy érdekes gondolat a nagy küzdelemből, közeledve a befejezéshez. Ha a szombat egyetemes ünnep lett volna, írja a 390. oldal, az ember értelmével és szívével felfogta volna a Teremtőt, akit tisztelet és imádat illet, és soha senki nem lett volna bálványimádó, Isten tagadó vagy hitetlen. És végül szeretném befejezni a következő gondolattal, hogyan fejezhetjük ki a legmélyebben, a legkifejezőbben azt, hogy Istent, mint Teremtőt imádjuk. Két igevers is eszembe jut, ezek közül az egyik a Római Levél 12. fejezetének első néhány sora, szánjátok oda magatokat, a ti testeiteket. És a másik pedig a Korintusi második levél 5. fejezetének a zárósorai, aki Krisztusban van, új teremtés az. Semmi sem jelent Istennek nagyobb dicsőítést és hódolatot, mint az, hogy megengedjük, hogy a mi lényünket, bensőnket újjá teremtse, és ami újjáteremtett lényünk dicsérje az ő teremtői hatalmát. Éppen ezért imádkozzunk, hogy Jóisten segítsen bennünket megtapasztalni az ő teremtői hatalmát a mi életünkben. Imádkozzunk azért, hogy ezekben az időkben az ő szent lelke által segítsen világosan látni az ő igéjének lencséjén keresztül az eseményeket. És nem utolsó sorban kérjük a Jóistent, hogy segítsen bennünket a hármas angyali üzenetet hirdetni, igével, élő szóval, mindenféle eszközzel, de leginkább a példamutató életünkkel. Ne feledkezzünk meg gyülekezetünk betegeiről, gyülekezet különböző terveiről és céljairól, és nem kevésbé az evangélium hirdetésének munkájáról. Imádkozzunk hangosan, bátran és minél többen, és akik megtehetjük, azokat megkérlek, hogy boruljunk le.
Mindezt a drága fiam nevében kértem, hallgassa meg, amen. Amen. Méltó vagy, Urunk, hogy téged imádjunk, hisz te vagy, ami teremtünk, ami megváltunk, segíts meg, hogy a mi életünkben is meg tudnánk tapasztalni a te teremtői mi voltodat, hogy megengedjük, hogy átalakítsad a mi jellemünket a te jellemedre. Amen. 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 Jó Atyánk, a mennyekben áldunk és magasztalunk téged, hogy biztosítottad számunkra a békés, csendes, biztonságos körülményeket a ma esti imaórához. Köszönjük azt, hogy csatlakozhattunk személyesen, vagy az interneten keresztül, és együtt lehettünk ebben az istenimádati környezetben. Kérünk, hogy ültessed a szívünkbe az igazi istenimádatnak lelkületét, amely megvalósul külső formában is, akár csak ma este, de megvalósul életünknek, gondolatunknak a szentségében, és a mi életpéldánknak a gyönyörű kifejeződése révén. Kérünk, jó Atyánk, alakítsál át bennünket, és teremts újjá te újjáteremtő erőd által, hogy a mi megújult életünk dicsőítse a te teremtői mi voltodat. Kérünk, segíts bennünket, hogy megvalljuk a te teremtői és megváltói csodáidat a mi életünkben, és elmondjuk az embereknek, hogy mi mindent tettél mi érettünk, és hogy ő érettük is ezt meg szeretnéd tenni, és ugyanakkor segíts bennünket, hogy melletted olyan hűségesküt tegyünk le, amelyek nem csak szép szavak, hanem egy belső elköteleződés, amely kiállja az idők próbáját, akár a végidők viharát is. Jó Atyánk, adjál nekünk olyan erőt, és segíts úgy meggyökerezni a hitben, az igazságban most, hogy ránk is legyen igaz, amit az íge mond, hogy itt van a szenteknek békességes tűrése, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Kérünk, áld meg gyülekezetnek lelkészét, családjával együtt, és erősítsed, hogy erővel és odaadással végezze az ő küldetését. Áld meg a gyülekezet vezetőit, áld meg a tisztviselőket, a gyülekezet tagjait, hozzátartozóinkat, gyülekezet apraját és nagyját, mindazokat, akiket szeretünk és akik között megfordulunk nap mint nap, hogy általunk megismerjék azt az üzenetet, amely felkészít őket Jézus Krisztus eljövetelére. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, reád bízzuk életünket, az Úr Jézus nevében kértük ezt. Amen.
Köszönjük szépen László Zoltán testvérünknek az ige szolgálatát. Kérjük, hogy vidd el a kolozsvári gyülekezetnek az üdvözletét azokba a gyülekezetekbe, ahol még meglátogatod őket. Befejezzük Isten tiszteletünket, és a 24-es számú éneket fogjuk énekelni a Jóisten dicsőítésére. Az ének után megkérek valakit a teremből, hogy a befejezőmat mondja el. Segítsen meg, hogy a mi életünk bemutassa azt, hogy téged szeretünk és téged követünk. Segítsen meg, hogy a mindennapjainkban eszünkbe jusson, hogy néked szolgálunk és a te gyermekeid vagyunk. Kérünk, Urunk, segítsen meg, hogy tovább tudjunk adni ezt az üzenetet, amit ezen estén hallottunk, hogy minél többen ott lehessünk a te országodban. Kérünk, hogy légy velünk Szent Lelked által ezen estén továbbra is. Jézus nevében, amen. Amen. Meghagyom néked Isten előtt, aki megelevenít mindeneket, és Krisztus Jézus előtt, aki bizonyságot tett Poncius Pilátus előtt ama szép vallástétellel, hogy tartsd meg a parancsolatot mocsoktalanul, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig, amit a maga idejében megmutat ama boldog és egyedüli hatalmas, a királyoknak királya és az uraknak ura, kié egyedül a halhatatlanság, aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik, akit az emberek közül senki nem látott, nem láthat, akinek tisztesség és örökkévaló hatalom. Amen.